Eléggé közel vagyunk a hatodik kiemelt búcsújához, bár egy szettet még meg kell nyernie Danny Oldecalternek, aki úgy tűnik, hogy élvezi a játékot, és amellett, hogy élvezi, jól is dob, mert onnan visszajött most a második szettben, arra nem biztos, hogy nagyon sokan nagyon sok pénzt tettek volna, hogy meg fogja nyerni. Így van, abszolút úgy nézett ki, hogy ezt a szettet el tudja vinni Nick Kenny. Parádésan kezdett egyébként a Velszi, de aztán utána ezek a folyamatos 90 pont körüli összegekről való kiszállása három leget is elhozott Danny Oldecarter, és két 15 nyilassal, illetve egy 21 nyilassal abszolválta a szettet, méghozzá 86-os átlag elég volt hozzá, miközben Nick Kenny 95-ös átlagon teljesített, de 4-ből 3 duplája sikeres volt a hollandnak, és most a Velszinek meg aztán kapaszkodnia kell, mert 0-2-ről fordítani, hát nem egyszerű mutatvány. Megoldható, de ahhoz föl kell javulni az első 9 nyilas átlagának is, ezen az utoljára, hogy nézem. ...140-45 Carter-től. Az nagyon jó. Meg az is, 134 a 140 után. Most jól elkezdi használni a 19-est, akkor azért az előrelépés lehet. 43. Úgy tűnik, összekapta magát Kenny, ebből is lehet egy 11 nyilas. De hát ilyet már mondtunk 87-nél, nem is olyan régen. Igen. Aztán lett 28 nyil belőle. 93. Hát ezt most csak úgy dobáltak át, ez nem az a kategória. 52 maradt Kennynél. Hát itt már teljesen mindegy, mit csinál. Hát ő nem, igen, ezt most csak le akarja tudni ezeket a köröket, hogy aztán kezdésből majd. Benne is van a dupla 16. Nem, 11 nyílt belőle, 14. 14, az se rossz, igen. 92,2-es a körátlaga Nick Kennynek. 44%-os kiszálló. Szóval van még visszaút, itt van a belga úriember, akiről már ugye korábban beszéltem, Jackie. Most a kiejtés az egy kicsit ne... Götals, Jackie Götals. Talán jól ejtettem ki, de ki hát, tudja. Ha nem sértődik meg. Hát reméljük, hogy nem hallotta. 57. Most a saját kezdése mellett is nagy hátrányban van, illetve hátrányban van egészen pontosan Carter. Elég összerántotta magát azért Kenny. Valami nem tetszik Carternek. Vaku? Fénykép, igen. Vakuval fényképeznek. Száz. Biztos vagyok benne, hogy valami hasonló problémája lehetett. 100. Az is 100 pont, most szépen szektoriba nélkül Kenny. Húha, most oda pakolhat egyet, igen. 140. Kiszállóra ő is. Megvan a tripla 20. A 17-es már nincsen. 97. De így is marad a 64. 82. 62 a maradék. Muszáj lenne megdobni a Kennynek a 64-et. Ez egy sima 8-as. Dupla 18, első szándékból nem azt mondom, hogy nem lőtte el, de nem dobta el. A másodikból viszont igen.
2-0-ra vezet. Ugye az előző szedben is 2-0 volt neki. Igen. Egy hasonló fellángolás, mint az előző szedben, az a meccsébe kerülhet. Meg hát azt ne felejtsük, hogy most Kenny kezdte ezt a szettet. Ez nem mindegy. Elég volt egy break-leg a fordításhoz, itt most kettő kéne Carternek. De az elsőre már is itt a lehetősége. Gyenge, 43. Így nem, igen. Ez pedig 57. Nincs még tripla a legen belül. Na most bedobja az elsőt. Meg a másodikat is. Nem találja a triplát Kenny ebben a legben. Na most jön egy. 96-os így. Most szép a kiváltás a 18-asra. Wesley Harms. Igen. Az első helyen kiemelt. Már letudta a meccsét. 36. Ez pedig 36-os Kennytől. Saját magát húzza le ezekben a legekben, méghozzá elég magasról, hiszen olyan játékot mutatott az előzőben, amelyel nagyon sokra lenne hivatott. Hát meg ad energiákat ezzel Carternek, hiszen elhiteti vele, hogy még így is bőven van esélye. 85, de még mindig nincsen kiszállón Kenny, úgyhogy már Carter 84 ponton van lent. Hát az dupla lett, de így is marad a 16. Fú, de szenved Kenny. 58, még mindig 111-en, úgyhogy már 3 nyira van a dupla 8-ra Carternek. Bel is dobja elsőre, szépít. 2-1, és most ő kezd. Meg úgy is nézhetjük, hogy kettőlegre van a továbbjutástól. Egy dolgot nem értek. Valaki 169-re odaáll, mondjuk most Nick Kenny, és dob egy sima 20-est, akkor miért kell lenéznie a monitorra? Tehát nem nézte meg előtte, hogy mennyi pontja volt? Vagy én ezt egyszerűen nem jut, ezt komolyan nem jut el a tudatomig, hogy ezt miért csinálják itt a játékosok, hogy egy nyíl után már nézegetik a monitort. De Carter is, és ő sokkal magasabban. Amikor tudni, hát nehogy már nem tudja, hogy mennyire kell dobnia, hát ezt egyszerűen nem tudom fölfogni. Hogy... És ez elvonja a koncentrációt, tehát a fókuszálást a tábláról. Abszolút. Mert az más, amikor meg kell nézned, hogy az ellenfélnek hány pontja van, hogy rádobjál le a kiszállóra az 50-re mondjuk az utolsó nyiladdal, vagy lekerekítsél, azokat megértem. Na, de odáll valaki 169-re, és dob egy sima 20-ast, és utána elkezd tekintgetni a monitorra, hogy mennyi van, ez számomra teljesen érthetetlen, de hát ez van. Lehet, hogy vonzza a szemüket, ahogy ott van az óriási nagy képernyő, vagy én nem tudom, és... Mindenképpen muszáj megnézni, hogy hogy állnak. Most viszont, hogyha rápillantanak, Carter lehet a boldogabb, mert volt egy jó első köre Kennynek. Utána viszont egy 45-ös, megint meg egy 57-es. Megint teljesen elvesztette a fonalat a Velszi. Akár 40-re is lejöhet Carter. 180! Meg is csinálja neki a második, a meccsen a hatodik. Sokkal stabilabban játszik Carter, mint Kenny. Azok most az jó. Nem csúnya, ha 174 meg lehetett volna. 136. 40 Carternek. Kettő fölötte. Egy meg benne. A harmadikat. 2-2. Na és akkor most a legnagyobb kérdés, hogy Nick Kenny melyik arcát mutatja. Ha azt, amit az elmúlt két legben, akkor kiesik. Lehet látni, szépen följavult az első 9 nyíros átlaga. 100 pont. A
Ó, most itt mellé megy a hetesbe, de szép a korrigálás fej-fej mellett. Most jó. Jó bizony. 180! Na, most a jobbik arcát mutatja a Velszi. Könnyen negyedik szetre kényszerítheti a hollandot. És ott meg aztán már ki tudja, mi lesz. Egy ötös most, de nincs nagy baj, mert elég komoly előny dolgozott ki. És még talán ő se tudja, hova fog dobni. 146-ra megy le. Bőven van lehetősége Kellynek megnyerni ezt a szettet. Ötvenegy-tizenkettes lett az utolsó. Hát azért most dobni egy 180-at, azt már nem fog mondjuk Carter, de azért lehetett volna problémája. És már így is lejöhet kiszálló. 134 bizony. 111-re lejött Carter, így már kiszálló közelben van. Nem sokkal nehezebb a 111, mint a 95. Sőt, Bull. Búra van a befejezés. 25-ös lett, és ezekben a szituációkban oldotta meg nagyon szépen a közép-magas kiszállókat Carter. Igen. 111 a meccsért. Két lehetősége lesz triplát dobni, az első nem jó. És a második sem. Nem dobja be a triplát. Ezúttal nincs megoldás. 54 a maradék. Két nyír a duplára. Méghozzá a dupla 8-ra. Már csak egy. És benne van, nem láttuk, de benne van. És akkor most belőle jön ki egy pici, amit eddig magában kellett, hogy tartson. 2-1. Viszont most Carter kezd. Game on! Hát igen, itt most a hollandnak semmi más dolga nincs, mint hozni a saját kezdéseit. Egy 97-essel kezd. Százas a válasz Kennytől. Kell az extra, el kell hoznia legalább egy leget hátsó pályáról Kennynek. Nem biztos, hogy ez lesz, mert most jó. Az örök kérdés. Szerintem erre tök egyértelmű a válasz egyébként. Mindenki azt fogja mondani, amelyik csapatnak szurkol a kettőből. Igen. Bár majd tudom, hogy nem ott játszik a portugál, de akkor is. Valószínűleg ez így zajlik. 100. Ezzel még 200 környékére sem, nemhogy kiszállóra. Viszont van 6 nyila biztosan a 164-et megoldani. Le kell menni 99-nél 57-re, nem megy le. Na. Marad a 79. Meglepett vele egy picit, minél lejjebb akart jutni. 100 pont. 19 vagy 13-as, 19-es. 20. És a dupla egy picit kell megemelnie még hozzá, hogy jó legyen. Meg is emeli, még segített. Hogy besegítette az előző nyíl, mi? 1-0. Az igen. Ez most elég jól látható volt, hogy szinte oda dobta, ahol az első nyíl, vagy az első duplára eldobott. 20-asra eldobott kerekítő nyíl volt, és utána duplára eldobott nyílat besegítette szinte. 140. És most meg Nick Kenny kezd jól. Elég jól kiszállóznak mind a ketten, főleg Kenny. 13-ból 6. Igen, és
19-ből 9 sem rossz. Carter részéről 47% fölött. Sőt. Jobb egy picivel, igen. Kenny 46,1. 56 pont. Tudja tartani a lépést, Carter? Tudja bizony. 140 egál van. Igen, ledobott a 15-ösre, két triplával kiszállón lehetett volna, de így már nem. 54. Kockáztatott egy picit Kenny. Kérdés, hogy hátsó pályára Carter mit dob? Kiszállóra nem jön le, sőt. Nem bizony, sőt. Nem sokkal dobott jobbat. Értem én ezt a sok páp sport kiírás, csak akkor miért úgy hívják a világbajnokságot, hogy professional? Nem? Egyfajtában ezt erőltetik itt, de nem tudom, hogy akkor... Az a baj, talán pont ez a legnagyobb probléma egyébként a WDO PDC kérdésben, hogy valahogy nincs meg az identitás. Nincs meg, hogy pontosan milyen irányban is kéne. Szerintem nem véletlenül mondta egyébként interjújában Barry Hearn, hogy nem biztos, hogy bele kell kezdeni egy olyan csatába, amit nem nyerhetsz meg címszóval, és szerintem ez pont ennek célozta, hogy nem kell feltétlenül ennek a szervezetnek a professzionális dolog felé elmozdulnia. Nem hiszem, hogy fél egyébként Barry Hearn, nem hiszem, hogy tart tőle, de ugye több fórumon is hangsúlyozták, hogy ő nekik ez nem céljuk, de közben meg egy csomó olyan külsőséget látni, amiben mintha ezt vélnék felfedezni. Dupla 109-ről megoldja Kenny. 1-1. De még továbbra is egy olyan leget nyernie kell, amit Carter kezdett. És erre már csak kettő lehetősége van. 140! Fontos volt, hogyan kezdi ezt a leget a holland. Meg az is fontos, hogyan kezdi Kenny. 60-nal csupán. Fontos. 45. Nem jön. Egy viszont igen, 96. Nem kopik a festék. Nem bizony. És 81. Így nem megy le 200 alá. Carter. ...87. Együtt vannak most fejfej mellett, Carter és Kenny. Igen, csak ez Kennynek kevés. Valamikor vagy hibáznia kell Carternek, vagy neki extrát dobni. Itt ez lehet egy hiba. Nem találta a 25-öst. Kiszállón. Carter, és ha most dobna egy 180-140-et, azzal komoly nyomást helyezhetne Carterre. Ott is van a két tripla. 140-nel 118 maradt Kenny-nél. Ez már egy érdekes helyzet. Kéne egy 140 Carternek. Az egyik tripla megvan belőle, a másik nincsen, 84 marad. Fú, és elrontja. 42. 76 marad. 84 a hollandnak. És helyreálljon a szetten belüli rend. Megvan, 36, a dupla 18. Dupla 9. Ez messze volt. Be. Milyen szépen megvolt a tripla 16-os. Kell a tripla 20.
16. Vagy dupla 18 akkor. Megint nem dobta kicsit, le. Igen, az előbb ilyenkor beledobta. Meg most is! Bedobja. 2-1-re vezet hátsó pályáról, és ő kezdi a következő leget az egyenlítésért. Könnyen lehet, hogy belenézünk még egy döntőszettes meccsbe. Reméljük a délutániak nem csúsztatják meg az esti programot. Game on! pont. 88,7-es átlagon ugye Nick Kenny, és 85,7-esen Carter. Az 53%-os kiszálló Nick Kennytől az nagyon szép, 15-ből 8. Ó, viszont most hibázik. És a 93-42-es kezdés nem biztos, hogy elég lesz. Persze, ahhoz Carternek kellenek a triplák. Abból dob már egyet. 140! Ez nagyon nagy lépés. Most neki azonnal, azon melegében vissza kéne vennie ahhoz, hogy ebben a szedben le tudja zárni a meccset. 95 pont. Most nagyon fontos kör jön. Sikerül-e? Az jó. És kellene még egy tripla 19 neki. 95. Így most 170 helyett 208-a marad. Pici előny Carternél. Itt is kell a 19-es bizony, még egy. Az igen. És 100-ra le tud menni. 133, gyönyörű. De azért kell 271-nél ez, mert sima 19-es után bulla a kiszálló maradt volna. Ó, de jó, Carter-től. Le tud menni 28-ra. Oda kell a harmadik is. Bedobja! Fú, de mikor dobjon ilyet, ha nem most? Ütős válasz lenne egy 138-as checkout. Ki kell szállnia, és ó, ebből már nem lesz kiszálló. 82. 82, na de a 13 nyilas lehet, a legjobb legje. Most már nem kerekítget 28-ról, egyre távolabb viszont a nyilak a duplától, nincs benne! Hihetetlen, hogy ezt ekkora esélyt kap, viszont így Kenny dobhat az egyenlítésért a szettek arányában. 56, 20, dupla 18. A 20-as megvan. Megint kiállt egy kicsit a dupla 18 eddig bejött előtt, kettőből kétszer. Most dupla nem. 9. Megdobja! Döntőszett következik! Megteremtette magának a lehetőséget Carter, hogy esetleg lezárja 3-1-jel. Most viszont sokkal nehezebb helyzetben van. Mutatja elsősorban szerintem semmi magának, így terveztem, nyugi. Meglátjuk, hogy így tervezte, hamarosan jövünk vissza.